5 forintos kerekítés szabályról lesz szó a mostani videóban, hiszen mint a bolti eladóknak, mind a pénztárosoknak illik tudnia, hogy mikor, hogy kerekítünk, hogyha készpénzről beszélünk, hiszen 1 forintos és 2 forintos már nincsen, ugye a legalacsonyabb apró pénzben is 5 forintos. Tehát ezért nézzük át az 5 forintos kerekítés szabályát, hiszen illik tudni. Tehát akkor kezdjünk is bele. Tehát van három fő szempont, ugye, amit látunk itt, amit be is kereteztem már ott előre, ugye 0, 5, meg 10. Ugye mikor kerekítünk 0-as végülre? Hát az 1-esnél, meg a 2-esnél. Tehát 1-es, 2-es a 0-ához jön, a 3-as, 4-es, meg az 5-öshöz. Tehát az 1-es, meg a 2-es végű akkor 0. Mit tenni, például 1001, akkor 1000 forintra kerekítjük, hogyha 1002, akkor is 1000 forintra kerekítjük. De, hogyha például 1003, akkor már 1005-re kerekítjük. Meg, hogyha 1004, akkor is 1005-re például úgy kerekítjük. Következő ugye a 6-os meg a 7-es. Ugye a 6 is a 5-öshöz megy, meg a 7 is az 5-öshöz megy. Tehát, hogyha 6, akkor is 1005. Kerekítés ügyileg. Ha 7, akkor is 1005 forintot kérünk el. Ha 1008, akkor viszont 1010 forintot kérünk el. Hiszen a 8-as a 10-eshez jön, és a 9-es is a 10-eshez jön. Tehát, hogyha 1009, akkor is 1010 forintot kérünk el. Vagy ha 1008, akkor is 1010. Tehát, hogy van, menjünk akkor előről, tehát a 0, ha kerekítjük, hogyha egyes és kettes, ugye azt itt láttuk. Tehát, hogyha egyes és kettes, az mind a nullához jön. Tehát egyes végű, kettes végű oda megy, hármas, négyes, ötöshöz, hatos is az ötöshöz, és a hetes is az, hetes is az ötöshöz. A nyolcas a tízeshez, és a kilences is a tízeshez. Tehát egyes, kettes az a nullához, a hármas, négyes végű az ötöshöz, a 6-os, is az ötöshöz, és a 8-as, 9-es, meg a 10 jön. Remélem mindenkinek világos volt, és remélem meg is értettétek, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó lást kívánok!